Sziasztok! A TikTokot nem hiszem, hogy sokatoknak be kell mutatnom, de nem biztos, hogy tudjátok, hogy a TikTok trendek már halált is okoztak. Vannak teljesen jobb trendek ezen az appon is, ilyen volt például a tengerésznóták elterjedése, de sajnos nem ebből van éppen sok. Főleg a fiatalok körében népszerű platform jóval több egyszerűen úgy utta tartalmat, vagy egyenesen életveszélyes kihívást talál az ember. Az utóbbi kategóriába tartozik a teljesen eszement Blackout Challenge is, ami tragédiához is vezetett Olaszországban. A Blackout Challenge lényege annyi, hogy a kihívás teljesítője addig folytogatja magát, amíg el nem veszti eszméletét. Ez pedig közben végig videóra veszi. Egy 10 éves szicíliai lány is ezzel a kihívással próbálkozott, övet tekert a saját nyakára, visszatartotta a lélegzetét, miközben kamerázta az egészet. A lány végül megfojtotta magát. A 10 éves olasz kislány egyébként nem is regisztrálhatott volna a TikTokra, mivel a felhasználói alsó korhatár 13 év, de ez természetesen a gyerekek könnyedén ki tudják kerülni. Ez a videó ennyi lett volna, ne felejtsd el, hogy a like és a feliratkozás nem nyomja meg magát, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!